Édesapám alezredes volt, a Bolyai János Akadémia tanára volt, a Katonai Akadémia, ami itt a Hűvösvölgyi úton volt valaha, egy nagyon jó katonai akadémia, nagyon jó történelmi emlékekkel. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy katona családba születtél, katona gyermek voltál. Hát ez így van, és a sors iróniája, hogy én is katona voltam, én Kőszegen voltam Czöger, azon a híres, nevezetes iskola a határon. Ottlik Géza. Ottlik Gézának a könyve, és azóta számtalan mű készült az iskola a határonból. Nem csak a film, hanem rádiójáték, riportok és minden. Tehát az a helyszín ott 1944. október 15-éig voltam ott, mert azon a szörnyű napon el kellett onnan, hogy úgy mondjam, menekülnünk. Édesapám jött értem kocsival, és az unokatestvéremet és engemet elhozott, mert aznap volt a nyilas hatalom átvétel, a kiugrási kísérlet, amely sajnos csődöt mondott.